parlament elfogadta azt a szociális törvénymódosítást, melynek során az állam utolsóként jelöli meg magát a bajba jutottak megsegítőjeként. Emiatt 38 szociális szakmai szervezet fejezte ki tiltakozását, és ennek apropójából egy performance tartottak a Kossuth téren. Az áldozatokat jelképező hullazsákokból kikelve a szociális munkásokat arról kérdeztük, milyen következményei lehetnek a törvénymódosításnak. A kutatások szerint ilyen 400 000 ember van, aki a hozzátartozóját ápolja ma Magyarországon. Az azt jelenti, hogy 1 millió embert legalább érint az, hogy vagy az idős hozzátartozója, vagy a testvére, vagy a gyereke ápolása, gondozásra szorul, vagy tartósan beteg. Minden társadalmi réteget érint a hátrányos helyzetőket azért, mert az ő segítségük lehetetlenedik el teljesen. A mellettük élő, egyelőre bajban nem lévőket azért, mert hogy ők nem csak látják, hanem ebben a közegben fognak élni. Mindenkit érint, hiszen mindenki kerülhet abba a helyzetbe, hogy a szociális törvény alapján segítségre szorul. Tehát a kiszolgáltatott embereket még kiszolgáltatottabbá tenni, tehát akkor, amikor nincsenek intézményi férőhelyek, akkor, amikor a szolgáltatásokhoz körülbelül az embereknek a 7%-a jut az érintett embereknek, tehát egyszerűen egy ilyen szélsőséges helyzetben még inkább kiszolgáltatottá tenni, tehát hova menjenek lakni azok, akiknek mondjuk akik ápolják, azok mondjuk lebetegednek. Tehát az, hogy most a belosztályokat akarják ilyen elfekvőkké tenni, ahogyan egyébként egy kicsit eddig is voltak, de most még inkább megfizetőssé tenni, tehát hogy fizessen egy ember, aki mondjuk a fogyatékossága miatt mondjuk 49 000 forintot kap havonta. Egyre inkább ezt erősíti a kormányzat a köztudatban, az emberekben, hogy egyedül vannak, hogy mindenki önmagáért felelős, hogy az államra ne számítsanak, hogy a szociális biztonságot nyújtó körében az utolsó sorban számítsanak az államra. És hát ez önmagában is egy drámai húzás, amikor ugye az infláció, a háborús helyzet, a Covid után az embereknek amúgy minden korábbinál nagyobb szükségük lenne a segítségre.